Szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A mai sajtótájékoztató témája, hogy Lázár János egy múlt heti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány felkérte Fazekas Sándor földművelési minisztert, illetve a Nemzeti Földalapot arra, hogy készítsen elő egy tervet a magyar nemzeti tulajdonban lévő földterületek egy részének az értékesítésére, amely mindegy 383 ezer hektárt érintene. Természetesen a Jobbik abszolút elutasítja a nemzeti tulajdonban lévő földterületek eladásának a lehetőségét is. Mi szeretnénk, hogyha nem lenullázódna ez az arány, ami jelen pillanatban 10% egyébként, hanem inkább még növekedne. Adott esetben a spekuláns nagytők által összeharácsolt hatalmas mérhetetlen földvagyomból, vagy éppen a zsebszerződésekkel, a külföldiek kezére játszott magyar földterületekkel. Abszolút világos az, hogy semmi más nem fog jelenteni ez a mostani elképzelés, mint azt, hogy a vízkincsünk mellett még magyar nemzeti kézben meglévő legnagyobb nemzeti vagyontárgyunkat is el fogja herdálni a kormány, és abban sem vagyunk biztosak, hogy ez a döntés ez majd a helyben élő kis és középbirtokos rétegnek fog kedvezni, hiszen a korábbi földosztásnál is láttuk, hogy kik kapták ezeket a földterületeket. Abszolút biztosak vagyunk abban, hogy semmi másról nem szól ez a javaslat, mint arról, hogy egy új párthűség alapján felépítendő földesúri kaszt létesítésén, megteremtésén dolgozik a kormány. És hogy mennyire így van ez, nem csak mi látjuk így a helyzetet, annál jobban bizonyítja Turi Kovács Béla, kormánypárti képviselő, a Magyar Kisgazda Polgári Egyesület tagságának írt levele, amely az alfahír.hu hírportál tulajdonába jutott. Ebben a fideszes, Fidesz-KDNP-s képviselő kifejti, hogy nem értenek egyet egyébként a kormány elképzelésével, próbáltak az ellen küzdeni, de a kormány nem kíván a szándékain változtatni. Kifejti azt, hogy egyébként a kormánynak nincsen semmilyen lehetősége a hatályos földforgalmi törvény alapján földprivatizációba kezdeni, nincsen felhatalmazása a kormánynak erre. Kitér arra is, hogy az első ember, aki gyakorlatilag ennek a szándékát felvetette, az szintén egy kormánypárti politikus, a Magosz elnöke Jakab István volt. Tehát megláthatjuk ebből a levélből a Fidesz-KDNP frakcióban ebben a témában keletkezett törésvonalakat is. Illetve, ami talán a legfontosabb, hogy kifejti azt is, hogy felhívja a figyelmét a Kisgazda Polgári Egyesület tagságának arra, hogy járjanak nyitott szemmel, legyenek résen, ugyanis az ő valódi céljuk az, hogy megakadályozzák a további földtulajdon koncentrációt, illetve valóban kis- és középbirtokos családok kapják meg ezeket a területeket. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a kormánypárti képviselők bizonyos része szerint is a fideszes oligarchák kezére kívánja a kormány a nemzeti tulajdonban lévő földterületeket átjátszani. Kíváncsian várjuk az elkövetkezendő hetekben azt, hogy a Fidesz-KDNP soraiban mennyi lelkiismerettel rendelkező tisztességes képviselő ül még, ugyanis a Jobbik benyújtott egy módosító javaslatot a hatályos földforgalmi törvényhez, amely gyakorlatilag eladhatatlanná tenné a nemzeti tulajdonban lévő földterületeket. Ennek a megszavazásához egyébként a ház felének a támogatása elegendő. Éppen ezért vagyunk nagyon kíváncsiak arra, hogy hány olyan fideszes, Fidesz-KDNP-s képviselő lesz, aki szembe mer menni adott esetben a kormányzattal, és a lelkiismerete alapján mer majd szavazni, ahogy egyébként az esküvőben is szeretnénk.